forog a színpad tovább, a vizes forgószínpad, mert a 200 méteres női vegyesúszás döntője következik újra két magyarral. Zsanda Gyerkál, Ukrajna, ez az első döntője az ukrán versenyzőnek, és a kettesen majd a brit Sophie Ellen úszik. 100 vegyesen nem jutott egyébként a fináléba. A hármas pályán a táv kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmese, Verrasztó Evelin. 2.12.67-tel jött. A négyes pályán pedig Hosszú Katinka, a címvédő, akinek már van a zsebében egy aranyérem, a 400 vegyes győztese. Harmadik helyet is szerzett már a római világbajnokságon ebben a versenyszámban. És ha úgy történik minden, mint 800-on, tehát a magyarok kulcs szerepet játszanak, döntő szerepet, akkor én azt hiszem, hogy nagyon elégedettek lehetünk. A svéd Stina Gardell az ötösön, a 400-es negyedik helyezettje, a német Teresa Michalak, a rövidpályás Európa-bajnok. A hatoson a spanyol Beatriz Gomez Cortez, mindössze 17 esztendős kislány. Ő a hetesen úszik majd. Alexandra Wenk, egy halatlan tehetséges tínédzser, ő is 17 éves mindössze, ifjúsági Európa-bajnok és ifjúsági világbajnoki bronzérmes. Övi a 8-as pálya. A 200 méteres vegyesúszás döntője a nőknél. Tehát Verrasztó Evelin a 3-ason, Hosszú Katinka a 4-esen, 200 vegyes. Ki tud kellemetlenkedni? Gardell, Michalak vagy Sophie Ellen? Hát remélem, hogy senki, remélem, hogy senki. A két lány tehát a hármason, fekete sapkában Verrasztó Evelin, és fölötte rózsaszín dressben Hosszú Katinka a négyes pályán. A legjobb idővel érkezőnek jár a négyes pálya, 2.11.89. És Hosszú Katinkáé az Európa-bajnoki csúcs is Budapestről, 2010-ből, 2010-09, Hosszú Katinka vezet, Verrasztó a második helyen, és Gardell a svéd a harmadik, amikor a átúszás kezdődik. Nagyon szépen úszik Katinka, és hogy elmegy a mezőnytől, te jó ég! Több mint egy testhossz az előnye, óriási előny, hogy a mellúszásban ebből még esetleg le lehessen adni, és aztán majd gyorsan mindent el lehessen dönteni. Verrasztó Evelin is kitűnően úszik a harmadik helyen, e pillanatban. Az ötösön Gardert látom a másodiknak, de lehet, hogy mire a falhoz érnek, már nem ő a második. Bizony nem ő a második. Hosszú Katinka és Verrasztó Evelin, a két magyar az első két helyen. Gyerünk Evelin, gyerünk Katinka! Gardell mellett nagyon jó. Gyorsan viszont Katinka szédületes, és Evelin is kiválóan fog úszni. Én azt hiszem, Hosszú Katinka vezet. Verrasztó Evelinre azért följönnek ketten, Sophie Ellen a brit, és ott följebb egy kicsit Gardell, sőt Michalak is a névet is elindul a hatoson. De Katinka vezető pozícióját nem tudja fenyegetni senki. Sophie Ellen, a britek 20 esztendős versenyzője. Gyerünk Katinka, gyerünk, gyerünk, nagyon kicsi a különbség Ellen és Hosszú Katinka között. A gyorsúszásban meg kéne nyerni a versenyt. És ez reméletűleg sikerül. Hosszú Katinka az első helyen. Verrasztó Evelin a negyedik, ötödiken. Gyerünk Katinka, mert jön Ellen, borzasztóan jön Ellen. De Katinka tudja fokozni a tempót, el tud menni a mezőtől, Hosszú Katinka vezet. Hosszú Katinkát nem lehet megverni, és Verrasztó Evelin is elindul. Evelin, Katinka és Evelin, megcsináljátok! Megcsináljátok! Megcsinálják! De nem, de Ellen! Ó, elkiabáltam, nem kellett volna, be kellett volna fogni a számat. De itt van egy Európa-bajnok. Itt egy arany, itt egy bronz. Ismét két érem, további két érem, és ez az aranyérem azt jelenti, hogy Hosszú Katinka a magyar úszósport 70. aranyérmét szerzi. Hosszú a történet, nagyon sok minden történt az Európa-bajnokságokon, és ő az, aki 70-szer nyer, pontosabban ő az, aki a 70. aranyérmet nyeri. 2 perc 10,
84% másodperc az időeredmény. Hát haragszom magamra most, kedves nézőink, mert elkiabálom itt. Verasto Everint nagyon szívesen oda betoltam volna, betuszkoltam volna a második helyre, aztán 14% másodpercen múlott, de hát azért nehogy már búsakodjunk egy bronzérem miatt, egy arany, egy bronz, és most következzék a vegyes zóna. Talán hosszú Katinka most nem számolgatja, de a magyar úszósport 70. aranyérmét nyerte meg. Hát ez egy csodálatos diadal volt, nagyon jól hajráztál a végén. Igen, köszönöm. Nagyon elfáradtam igazából, megmondom őszintén. Törődök az időnek, szerintem most egy jó idő. Hatalmas tapsot kaptál már a bevezetésnél, de a végén is hangorkán volt. Ezek a legcsodálatosabb pillanatok, gondolom. Pont ezért jöttem haza erre a versenyre, hogy tényleg kapjak önbizalmat és motivációt, és ezt meg is kapom itt a versenyt, hogy tényleg nagyon jól esik. És a szusszansz egyet, és jön a gyorsváltó, majd talán még egyszer örülhetünk. Reméljük. Verasto Evelyn bronzérmes, 200 vegyesen. Milyen versenyt futottál? Azt mondom, hogy jelenlegi állapotomhoz képest elég jól ment. Egész délután kicsit furcsán éreztem magam, mert ugye tudom, hogy nem vagyok csúcsformában, meg azt is tudom, hogy nem volt annyira erős ez a mezőny a Katkán kívül. Úgyhogy nagyon szeretem volna érmet nyerni, és szóval ez az a helyzet, amit sose lehet megszokni, hogy amikor így 200 vegyes előtt, és úristen, most mi lesz, úgyhogy örülök azért, hogy sikerült. A gyorsváltóra még kell az energia, ugye? Kell, de szerintem nem lesz gond, mert nagyon jól tudunk egymásért küzdeni, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Köszönöm szépen, gratulálok! És a 200 méteres női vegyesúszás eredmény hirdetése következik. Hosszú Katinka, aki, ahogy az imént mondta, bizony elfáradt. Most egy kicsit tud pihenni, és mögötte Verasto Evelyn. The medals will be presented by the Edinburgh member, Mr. Robert. Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Az egyik díjátadó. Assisted by the President of the Hungarian Olympic Committee, Mr. Borkai Zsolt. Third and the winner of the bronze medal in 2 minutes 11.63 seconds, representing Hungary. A harmadik helyen végzett és bronzérmes Verasto Evelyn. Ennél is jobb formát kívánunk neked a következő időszakra, hiszen ő maga mondta, hogy nincs most olyan kirobbanó, kiemelkedő formában. De hát, hogyha ez a nem annyira kiemelkedő forma erre elég, hogy bronzérmet szerez egy Európa-bajnokságon, hát egyezünk akkor ki ezzel. A brit Sophie Ellen a második ebben a versenyszámban, és ő el is mondta az Európa-bajnokság előtt, hogy azért, ha már London rendezi az olimpiát, és ha már ő itt van a legjobbak között a vegyes úszásban, akkor igazán ott szeretne majd maradandót alkotni, hogy sikerül-e neki, majd meglátjuk. Kívánjuk neki, hogy ott is legyen második. Kiegyeznénk ezzel a bizonyos felállással, mármint azzal, hogy az Európa bajnok Hosszú Katinka legyen, és Hosszú Katinka immár két aranyérmet nyer Debrecenben. Ez az Katinka. Nővény és uraim, mostani kérem, álljanak fel és hallgassuk. Hát nagyon szépen elosztják a magyar versenyzők az érmeket a mai napon. 2, 4, 5 érem. 3 döntő és 5 érem. Elképesztő.
Egy arany, egy bronz. Hosszú Katinka a 70. aranyérmet szerzi a magyar úszó válogatott 70. aranyérme az EB-k történetében. Emlegessük még egyszer ezt a bizonyos számot, hiszen kerekszámról van szó, és neki itt Debrecenben ez már a második győzelme. 200 vegyesen szerezte, a 4x200-as váltóban még azért úszni fog, tehát fáradtság ide, fáradtság oda, azért rá nagy szükség lesz majd a program végén. Az lesz a 7. döntő a mai napon, a mai estén. Ez minden képzeletünket felülmúlja, mármint ez a szereplés. És most megbeszélik a tapasztalatokat, a teendőket. Egy kis ünneplés, nagy kérdés, hogy a pulit például kikapja, ennek is lehet jelentősége.